A gyermek érkezhet töréssel, harapással, különböző vágott sebekkel, eséssel, magasból. Elsősorban a sérülés metodikáját nézzük, nyilván nézzük a korát a gyermeknek. Ha úgy ítéli meg az ügyeletes orvos, hogy felvételre kerül a beteg, akkor a szülővel, műtős fiúval, asszisztensnővel együtt ide érkezik az osztályra. Sebészeti betegeket, gégészeti betegeket, égéssebészeti betegeket, fogászati betegeket és SMS betegeket látunk el. Mindenki, aki itt dolgozik, szeretetből csinálja. Ez azt hiszem, én is jellemző. Tehát magát a betegellátás az egy nagyon vonzó, érdekes dolog. Idős kollégám fogalmazta meg azt, hogy hát tudod, amikor én ide bejövök, az nekem ünnepnap mindig, hogy ezzel foglalkozhatok, és ezt csinálhatom igazából. Van lenne egy szobor is, ez a jutalmam, hogy tehetem, érvényes ránk minden patetikusság nélkül, azt hiszem. Ebben az évben leszek itt 37. éve. Fantasztikus érzés az, hogy bejön a beteg összetörve, véresen, maszatosan. Abban a pillanatban az ember nem azt érzi, hogy a sajnálat, nyilván sajnáljuk, persze, hogy sajnáljuk a gyereket, hanem hogy mi a mi teendőnk. Azonnal segíteni, azonnal lépni, azonnal tudja mindenki, hogy mi a feladata, mihez nyúljunk. A szülőnek az a megnyugtató szó, hogy jó helyen vannak, ha baj van is, mert mi mindent megteszünk, és hogy mi ennek részesei vagyunk, hát annál nagyobb jó érzés, szépsége a szakmának, hogy mindig lehet hozzátenni még többet és még többet adni, és majd amikor a gyerek visszajön gyógyultan, mosolygósan, rendezetten és hálásan, tehát az a mosoly, amit tőlük kapunk, az azt gondolom, hogy mindent elmond.